1746-tól költöztek Kiskassára németek. A települést száz százalékban német származásúak lakták, egészen addig, amíg a második világháború tragikus történései el nem következtek. Az asszonyok közül sokakat a háború után Málenki robotra vittek, a férfiakra hadifogság várt, majd 1946-ban a falu kétharmadát kitelepítették, elűzték. A pusztulás jelei a templomon és a temetőn is látható. Az elesett magyar hősök emlékezetét először az első világháború idején, 1917-ben iktatták törvénybe, majd a kommunista diktatúra alatt nem tartották meg. A rendszerváltás után újra megemlékeztek az elesett magyar katonákról, majd a 2001-ben elfogadott törvény hivatalosan is kibővítette a kört mindenkire, akik a vérüket ontották, életüket kockáztatták vagy áldozták Magyarországért. Rájuk emlékezünk május utolsó vasárnapján egész komoly létszám volt, főleg a kitelepítés során. 474 ember volt fölírva arra a listára, hogy kiket kell a faluból elűzni, és ez 93 házat érintett. Na most a, a 603 lakosból a 474 az egy nagyon komoly létszám, és ugyanígy a házaknál és a 124 házból a 93, amit ugye elvételre ítéltek. Ez is egy nagyon nagy létszám volt. Az elesettek pedig köztük nők is vannak, főleg a második világháború során, és ugyanígy a Málenki robot témájában is, hiszen 38 embert vittek el, ebből 36 nő volt az, aki a szovjet kényszer munkatáborokban volt. Úgy gondoltuk, hogy a német nemzetiség körében annyi tragédia történt, és olyan sok hősi helytállás ennek során, hogy érdemes megemlékezni akkor nem csak az elesettekről, hanem azokról is, akik a második világháború után Málenki robotra kerültek, és ott tisztességgel, becsülettel, kitartással helytáltak, és kivívták az elismerésüket a helyi lakosság körében is, de ugyanígy gondoljuk hősnek azt is, akiket elűztek a falujukból, és helytáltak azokban a, azokon a településeken, Németország akár keleti, akár nyugati részén, ahová elkerültek, és ott is kivívták a megbecsülésüket. Nagyon sokan ugye visszaszöktek, és itthon próbálkoztak újra, és a semmiből újra e Életet teremtettek, a házakat fölépítették, újból bekapcsolódtak a nemzet építésébe, és ez a fajta dolog is egy nagyon komoly hőstetnek minősül. Tehát mi példákat a saját falunkban, élt emberekről is tudunk venni, és ezért gondoljuk fontosnak, hogy Kiskasán a Hősök napjáról megemlékezzünk. Emléktáblatanúsága is, a II. világháborúban a nagyapám halt meg, magyar katonaként. tehát ők ugye magyar katonaként, mind az első, mind a második világháborúban magyar katonaként harcoltak és haltak meg, és Lembergben van eltemetve, ők körülbelül 43-ban Halt meg. Igazából ezt egy teljesen véletlen folyamán tudtam meg, és hát azóta voltunk is ott, mert a, a Lembergi Magyar Egyesület az ápolja az ott elhunytak emlékét, és emléktáblát is állítottak, az én nagyapám neve is szerepel rajta. A Málenki-robot az, az édesanyámat érintette a faluban, őt vitték ki, Groznyiba volt és Oktyabszkiban is, Baskíriában. 44. december 26-án kezdődött itt a, az a Málenki robotra való elhurcolás. A kitelepítések, illetve kiüzetés, ugye most már ez a szó az, amit helyesnek vélünk, hiszen ők nem akartak kitelepülni, őket elűzték, az pedig 46-ban indult el a faluban. Ott pedig a itthon maradt nagymamád, dédmamát érintette, és tulajdonképpen a teljes rokonságunkat. A családban az egyszerűbb, tehát ott ugye azért a lányok tudják, meg az unokáim is e, ismerik a történeteket. Az egyesületünkkel nagyon sokat tettünk azért, hogy másokkal is megismertessük, akár rendezvények kapcsán, akár ugye a, a, a Pécsi Német Egyesülettel könyvek kiadásán keresztül filmeket is készítettünk. Az iskolákban pedig mindig megkérjük a, a tanárokat, hogy ezen a napon azért ők is tegyenek erről említést. Volt már olyan közös projektünk is a gyerekekkel, hogy ők egy-egy kis cédulára írják rá az ezzel kapcsolatos gondolataikat, és akkor egy ilyen kis fát raktunk ide a két emlékmű közé, és azon rajta voltak a cédulák, amit a gyerekek így ráírtak. Ez egy nagyon, nagyon interaktív produkció volt akkor, és a gyerekek is nagyon tetszett nekik. Úgyhogy ilyeneket majd azért még gondolunk megismételni. Amivel idén szerettünk volna emlékezni a hősök napján, az a Bündeltánc nevű dráma lett volna, amit az Oberon társulat ad elő, és ezt parasztház udvarán indították el. Az a bemutató fekeden volt. Azóta már több német faluban eljátszották, sajnos ezt az eső elmosta, de azért van eső nap, úgyhogy igyekszünk bepótolni. Ez a, az előzetésről, a történetéről szól, és három színház színészei adják elő, és eddig mindenhol e, nagy sikerre játszották, tehát idén erre gondoltunk, hogy ezzel fogunk megemlékezni az itteni hősökről, és a környékbeli települések hőseiről. éves volt,